Egy hónappal a bevallási határidő előtt már közel 2 millió ügyfél látogatta meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal elektronikus SZIA felületét, hogy megnézzék bevallási tervezetüket. Közülük mintegy 500 000 módosítás nélkül, 120 000 pedig némi módosítással jóvá is hagyták a dokumentumokat. Azoknak, akik postán kérték bevallásukat, a napokban érkezhet meg a tervezet. Ez közel 800 000 ügyfelet érint, és csak azoknak kell benne korrigálni, akik valamilyen eltérést találnak a nyilvántartásukhoz képest. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 300 000 bevallási tervezetet készítettünk el. Ugye itt most már az őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek részére is elkészítettünk egy javaslatot. Nekik azonban figyelniük kell arra, hogyha bármilyen jellegű adóköteles jövedelmük volt, akkor ezt a tervezetet ki kell egészíteni. Természetesen az őstermelőknek abban az esetben nem kell bevallást benyújtani, hogyha nincs egyéb adóköteles jövedelmük, valamint az őstermelő jövedelmük pedig nem éri el 600 000 forintot éves szinten. Azoknak az adózóknak mindenféleképpen ki kell egészíteniük az SZIA bevallási tervezetet, akiknek olyan jövedelmük volt tavaly, amiről a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem tartott nyilvánadatot. Bármilyen más jellegű, akár ingatlan bérbeadásból származó jövedelmük van, akkor mindenképpen ki kell egészíteni a bevallást, és május 22-ig be kell nyújtani a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Hogyha ezt nem teszik meg, ez a bevallási tervezet automatikusan a részükre nem válik bevallássá. Körülbelül 50 000 adózónak küldtük el postai úton azt a bevallási tervezetet, amelyet szintén mi készítettünk el. Ezek az adózók, hogyha egyetértenek a bevallási tervezettel, akkor nem kell visszaküldeniük a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, nem kell bejönniük az ügyfélszolgálatra, ez elfogadottnak tekinthető. A bevallási határidő idén május 22-ére esik. Addig még bárki nyithat ügyfélkaput, hogy a lehető legegyszerűbben hozzáférjen tervezetéhez, és rendelkezzen adója 1+1%-áról.